Kisebb döccenőkkel indult a mobil parkolás új rendszere. Nincs forráshiány a város költségvetésében. Sokba kerülhet, ha nem írtják a parlagfüvet. Jó estét kívánok, ez az aktuális július 2-án szerdán, jönnek a részletek. Kisebb döccenőkkel ugyan, de elindult tegnap az új mobil parkolási rendszer, a korábbi szolgáltató azonban Brüsszelhez fordult. Néhány önkormányzat, például Szilvásvárad nem akart csatlakozni a központi rendszerhez, és inkább ingyenessé tette a parkolást. Ezt jelzi a telefon, ha a 810-es hívószámot tárcsázzuk mobil parkolás esetén. A korábbi mobil fizetéseket összefogó cég bízott abban, hogy párhuzamosan működtetheti a rendszert a jövőben a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT-vel. Ez azonban nem valósulhatott meg. Az autósok számára ez azt jelenti, hogy a korábban megszokott 810-es előhívó szám már nem él, helyette a 763-as számot kell tárcsázni. A mobil parkolási rendszer annyiban változott, hogy ezentúl a szolgáltatást igénybevevők másik mobiltelefonszámot fognak hívni, de ugyanúgy igénybevetik a szolgáltatást gyakorlatilag azonos feltételek mellett. A megváltozott mobilparkolási hívószám három heves megyei várost is érint, Egert, Hatvant és Gyöngyöst. Gyöngyösen egyébként sokan inkább a hagyományos parkolást választják. Nagy városokhoz képest kevesen használják a mobilparkolást, bár évről évre egyre többen, több az a felhasználó, aki igénybe veszi. Nagyon lassan lesz ez népszerű városunkban is. Vannak azonban olyanok, akik jó ötletnek tartják a mobil parkolást. Nincs autóm, és nem is vezetek Magyarországon, meg főleg nem. Viszont szerintem, hogyha ez egy működő rendszer, és nincsenek benne hibák, akkor ez nagyban megkönnyíti a parkolók, illetve az autóvezetők életét, mivel ugye mobilon dolgozik mindenki, tehát mindenkinek van mobiltelefonja, és így nagyon egyszerűen el lehet érni, nem muszáj ugye váltani az aprót, bedobálni, várni, most betenni egyet, hanem csak egyszerűen megrendeled előtte, utána. A korábban piacvezető cég több fronton, többek között Brüsszelben is támadja a mobilparkolást állami monopóliummá alakító törvényt. A mobilfizetésről szóló döntés ugyan 3 évvel ezelőtt született, de a Nemzeti Mobilfizetési ZRT csak július 1-én indította rendszerét, amely nehézkesen, de elindult. Idén a város arra is tud költeni, amire évekig nem jutott pénz, mondta a keddi fogadóórában a költségvetési rendelet módosítása kapcsán Gyöngyös alpolgármestere, aki szerint az elmúlt 3 év szigorú gazdálkodásának köszönhető, hogy a város költségvetése idén nem tartalmaz forráshiányt. Réti Béla azt mondta, így juthat idén több pénz a sportra, a sástói attrakciók üzemeltetésére, vagy például a mezőőri szolgálatra. Első alkalommal módosította 2014-es költségvetését a város képviselőtestülete a múlt csütörtöki ülésen. Réti Béla alpolgármester a keddi fogadóórában ezzel kapcsolatban arról beszélt, a város idén hosszú ideje nem látott kedvező pénzügyi helyzetben van. Gyakorlatilag a 2014 évi költségvetés forráshiányt nem tartalmaz. És én azt hiszem, hogy erre nem tudom, hogy volt-e példa az utóbbi másfél-két évtizedben, hogy a városnak olyan költségvetése van, amely az elhatározott célokhoz hozzárendelendő forrásokat maximálisan ki tudja elégíteni. Az alpolgármester szerint így juthat idén több pénz sporttámogatásra, utánpótlás nevelésre, a sástói fejlesztések üzemeltetésére, vagy például a mezőőri szolgálat megszervezésére. Ez utóbbival kapcsolatban az alpolgármester azt mondta, még mindig nyitott kérdés, hogy ennek működtetésére kell-e a gazdáknak járulékot fizetniük, de Réti Béla szerint van ennél jobb megoldás is. Lehet, hogy a mezőőri járulék beszedése helyett, amely azért egy-két ügyintéző aktív munkáját le fogja kötni, és nem biztos, hogy a kellő sikert meg fogja hozni. Sokkal értelmesebb lenne talán a környező települések önkormányzataival, polgármestereivel leülni, egyeztetni, és hogyha a mi mezőri szolgálatunk az ő céljaik elérését is szolgálja, akkor lehetséges, hogy egyrészt vagy a létszámbővítéssel, vagy a meglévő létszám költségeihez való hozzájárulással lehet, hogy hasznosabban tudnánk forráshoz, plusz forráshoz jutni. A mezőri szolgálat megszervezésére az önkormányzat 8 millió forintot biztosít, az éves működés költségét pedig 13 millió forinttal támogatja. Ehhez jön még a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalon keresztül biztosítandó állami hozzájárulás.
Július 1-től szabhat ki bírságot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a parlagfűvel szennyezett földterületek tulajdonosaira, használóira. A bírság összege 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig terjedhet a földterület nagyságától függően. Tavaly emiatt országosan 130 millió forint bírságot szabott ki a Nébih. Köhögés, tüsszögés, orrfolyás. Sokaknak ez jut eszébe először a parlagfűről. Ám nem csak az allergiásoknak telhetnek kellemetlenül a napjai, hanem azoknak a gazdáknak is, akik nem írtják ki a növényt a földjeikről. A határidő lejárt, tegnaptól már bírság járhat annak, aki nem tesz eleget az előírásnak. A parlagfű kiírtása a földterületek tulajdonosainak az érdeke is, hisz azon túl, hogy nem kis összegű csekket kaphatnak, a növény jelentős terméskiesést is okozhat. A parlagfű az egy gyomnövény, egy özönnövény, aminek sajnos Magyarországon és Európában nagyon gyér a ellensége, és ezért tud özönszerűen támadni, és hatalmas terméskieséseket tud okozni. Heves megyében parlagfűvel fertőzött területet a hármas út mentén is találni, de Kál, Erdőtelek, Heves és 60 térségében is fellelhető nagy számban a gyomnövény. Preznai Sándor szerint a gazdákon már tavaly is lehetett érezni, hogy igyekeznek, és megpróbálják elkerülni a bírságolást. A parlagfű írtását egyébként a legtöbben azért nem végzik el, mert túl költséges. Ha viszont valaki erre nem áldoz, a bírság összege ennél sokkal magasabb lehet. Hektáronként durván 40-50 ezer forintra lehet számítani, de függ a fertőzés mértékétől is. Ez külterületen értendő, belterületen viszont hát közelít az 1 millió forinthoz, 7-800 ezer forint a bírság összege. A parlagfű magja egyébként 40 évig is elél a földben, így aki nem írtja ki a növényt, később arra számíthat, hogy nagy mértékben el fog szaporodni. A gazdák egészen az első fagyokig számíthatnak ellenőrzésre. A szakemberek rendszeresen felhívják az erdőjárók figyelmét, hogy óvakodjanak a barátságos vadállatoktól. Ennek ellenére még mindig vannak, akik rókaharapás miatt fordulnak orvoshoz. Az elmúlt évben Magyarországon több veszett rókát is találtak. A túl barátságos vadállat mindig gyanús. Akár az erdőjárók egyik alapszabálya is lehetne ez a mondat. A szakemberek tapasztalatai szerint azonban ezt a kíváncsiság sokszor felülírja. Annyira meglepő tényleg, hogy sok mindenki még a mai napig ezt nem tartja be ezt a szabályt, hogy a barátságosnak tűnő rókát jobb elkerülni, hogy nehogy megharapjon. Tudni kell, hogy Magyarországon nem csak a rókák érintettek veszettség esetén, hanem szarvasmarhák is akár, vagy denevérek. Az elmúlt évben összesen 24 veszett állatot regisztráltak. 2008 és 2012 között összesen nem regisztráltak ennyit. A veszettség gyanúját egyébként kutyaharapás esetén is ki kell zárniuk a szakembereknek. Azt szeretném kérni így a lakosságtól, hogyha előfordul kutyaharapás, akkor nem szabad elrejteni a kutyát, semmi bántódás nem lesz belőle. A kutyát csak meg kell figyelni 2 hétig, és el kell mondani utána, hogy semmi baj nincsen. Legtöbbször nem veszett a kutya, ami megharapta az embert, tehát nem kell félni, de egy eljárásrendet viszont követni kell. És ha nincs meg a kutya, akkor sajnos az illetőnek meg kell kapni ezt a 4 részből álló oltássorozatot. Ha valaki olyan helyre utazik, ahol sok a kóborkutya, célszerű beadatni egy úgynevezett preexpozíciós oltási sorozatot. A megelőző oltás csak az Országos Epidemiológiai Központban, vagy a regionális ANTS által működtetett oltóközpontban lehet felvenni. Baleset történt ma délután a 3-as számú főúton az M3-as autópálya felhajtójánál. Egy kis teherautó feltehetően előzés közben ütközött egy személyautóval, majd felborult. Az útszakaszt a helyszínelés idejére lezárták. Gyöngyös Halász felé terelték a forgalmat ma délután, miután baleset miatt lezárták a 3-as számú főútvonal Gyöngyösről kivezető szakaszát. Az autópálya felhajtó előtt néhány száz méterrel egy fehér kis teherautó borult fel, miután feltehetően ütközött egy személyautóval. A balesetben a személyautó sofőrje nem sérült meg, a felborult furgon 2 utasa azonban könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. A balesetben a kis teherautó eleje teljesen megsemmisült, az ütközés után a forgalommal szembefordulva állt meg. A furgon jobb első kereke kiszakadt az ütközés során, a személyautóban azonban nagyobb kár nem esett. A helyszínelés több órán át tartott, mielőtt a közútkezelő munkatársai feltakarították a kis teherautóból kifolyó olajat és a törmelékeket. A forgalom csak késő délután állt helyre.
Rekordszámú nevezés, kiváló időjárás és szervezés mellett zajlott az idei országos parafa úszóverseny a Gyöngyösi strandfürdőben. A hazai versenyzők egy külföldi edzőtáborból érkezve állhattak a rajtkőre. Kedden jöttünk haza, a Nagyváradon voltunk egy hetes edzőtáborba, és ezt egy felkészülési versenynek tekintjük a magyar bajnokság előtt, ami július végén és augusztus elején lesz a gyermekbajnokság, illetve a serdülő bajnokság. Én úgy látom, hogy a tábor megtette a hatását, az egyéni csúcsokhoz közel úsznak a gyerekek. Majd a magyar bajnokságon kell a legjobb időket úszni nekik. A gyöngyösiek egyetlen aranyémét Tímár Péter 100 méter háton szerezte. Pillangóval kezdtem, az elég jó sikerült, javítottam, utána pedig 100 hátat, azért az is jó lett. Ott is javított. Ez helyezésekből mit jelent? Hát pillangón negyedik lettem, hátat pedig megnyertem. Van még ma a versenyszámod, illetve hát mennyire jó hazai vizeken úszni mondjuk, mennyivel könnyebb? Hát nagyon jóval könnyebb, szeretem is, víz is jobb, nekem tetszik. A nevezés tekintetében idén rekordszámmal kellett megbirkózni a szervezőknek. Az is fontos, hogy minél többen jöjjenek, és ezt a sok embert jól le tudjuk vezényelni. Ez egy kicsit most kihívás számunkra, mert ennyien nem voltak még soha, most 20%-kal többen vannak, mint eddig bármikor. Ettől egy kicsit megijedtünk, de úgy néz ki, hogy nagyon jól felkészült a stáb, és úgy néz ki, hogy sikerül a parafa úszóklub 20. születésnapját ezen megünnepelni. A verseny nemzetközi voltáról, a Nagyváradról érkezett csapat gondoskodott. Jól érezzük magunkat, úgy érzem, hogy egy jó verseny, sikeres verseny, úgy a szervezést, illetve mint a számot, tehát a versenyzők nagy létszámban vannak itt jelen, ha jól tudom, akkor 500 felett gyerek, és Eddig már ez a negyedik alkalom, hogy itt vagyunk, elégedettek vagyunk, gyerekek nagyon szeretnek ide jönni. Hazaiak eredményeit tekintve Tímár Péter aranyérme mellett az ezüstérmesek táborát növelte Magda Boldizsár 50 méter pillangón és 50 méter háton. Nagy Goldin a 100 méter hát és gyorsúszásban, illetve Magda Boldizsár 100 méter gyorson bronzérmet is szerzett. Ha jogszabály rendelkezik arról, hogy a devizahitelekkel kapcsolatos ügyekben soron kívül kell eljárni, a kúria elnöke szerint a bírói szervezet áll a feladat elébe. A törvénykezési szünetről jogszabály rendelkezik, de ma is vannak olyan soron kívüli eljárások, amelyeket abban az időszakban bírálnak el. Megfizethetetlenné válhat a legkedveltebb édesség. Egymás után dönti meg a több évtizedes drágulási rekordokat a csokoládé és a kakaó áremelkedése, és szakértők szerint a folyamat legalább a jövő évig elhúzódik. A háttérben az áll, hogy sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma délután 5 óráig a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 346, a MOL 12.095, az OTP 4.290, a Richter 4.345, a TVK pedig 4.100 forintba került délután 5 órakor. Egy órával a tőzsdezárás előtt a hivatalos index a BUX 18.539 ponton, a tegnapi záróértékénél 45 ponttal magasabban állt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer röviden. Nagyobb fennakadások nélkül indult a mobilparkolás új rendszere. Nincs forrás hiány a város költségvetésében. Sokba kerülhet, ha nem írtják a parlagfüvet. Ez volt az aktuális szerdán, friss hírek legközelebb holnap, ugyanebben az időpontban, addig keressék fel honlapunkat a www.gyöngyöstv.hu címen. Minden jót, a viszontlátásra! Yeah.